Vince vagyok a Befekszem csatornától, és még nincs is karácsony, de már kaptam egy ajándékcsomagot. Úgyhogy ma megnézzük, mi van benne. Tartsatok velem ma is, ez egy jó videó lesz. ipon.hu. Már 20 éve veletek. Először is, nagyon sokan mondták már, hogy küldenek majd ők is, majd jövő héten, meg majd azután, meg majd mit tudom én, meg kellett adnom az összes adatomat, aztán nem tudom, hogy csak ellopták, hogy miért kérdezték, mert nem is küldtek. És volt már vagy 6 ember, aki elkérte így az adataimat, megadtam, és akkor vártam a csomagot, aztán végül nem küldték el. De végre volt, aki tényleg elküldte. A nevére már sajnos nem emlékszik. Veronika, Veronikáig küldték, de remélem azért lesz benne is valami névre utaló dolog. Matricát szépen leszettem, hogy ne látszon. Na, így pont látszik. Akkor bontsuk ki. Nagyon be van csomagolva. Ide van írva, hogy top. Meg ide is ide van írva, hogy top. Két top, akkor ez a teteje. Amúgy kicsit nehéz, de csak ezen az oldalt, úgyhogy lehet elcsúsztak benne a dolgok. De nem tudom, mi lehet. Kb. Olyan nehéz ez, mint amilyen nehéznek elképzeled a mikrót, mielőtt felemeled, aztán felemeled, és rájössz, hogy mennyivel nehezebb a valóságban. Aki ment már mikrót, tudja. Egyébként, aki szeretne még küldeni ilyen csomagot, akkor e-mailben megadom az elérhetőségeimet. Hú, remélem nem vágtam ki, ami benne volt. De csak akkor szóljatok, hogyha tényleg elkülditek. Mert minden nap kérdezem a postás bácsi, érkezett csomag? Ma sem. Nagyon szomorú vagyok mindig. Na, csak ezt a szivacsot vágtam szét. De jó, ajándék szivacs. De jó nekem. Lesz min aludnom. Fú, jól meg van pakolva, basszus. Mi a fene? Jaj. Ausztria. What the heck? Srácok. Valaki lopott osztrából egy hűtővágnes, vagy valaki venni szokta? Na, nem baj, ez megy a hűtőmre. Van itt Klagenfurt, Innsbruck, Salzburg, Wien, Graz. Ez megy is a hűtőmre. Jaj! Ez pedig egy... Ez egy könyvjelző, vagy ez egy matrica? Vagy ez csak egy ilyen kulcstartó, vagy nem tudom. Ez egy ilyen cica, ami bemutat. Ez nagyon offenzív. Lehet beolvasni a QR kódot. Vannak még itt ilyen képeslapok. Erlbeerzerzerzentrum, Blierz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 
ilyen hegyi helyszín. Mödlinger hütte, ez is egy hegyi helyszín. A hüttét tudom mi, mert tudok norvégul. Ezek ilyen szép természeti helyek. Még Ausztriának ezen a részén sose voltam. Kétféle magyar ember van. Az egyik, aki Ausztriának erre a részére megy, amikor Ausztriába megy. A másik, aki nem Ausztriába megy, hanem Osztrákba. És főleg a városokba megy felszolgálni a Wiener Schnitzelt. Én nem tehetek róla, hova születtem. Van Dern. Na, már akkor térképem is van. Hova menjünk? Hova induljunk legközelebb? Ha? Micsoda? Hogy micsoda? Donnerschwabald, Greenwald, Planneralm, ezek hol vannak? Norway guys. A igen. Mi a fene? Egyszer elindulok nyugatra, elkezdek sétálni, és addig sétálok, amíg meg nem találom ezt a helyet. Meg fogom kérdezni a helyieket, hogy bocsi, hol van ez? Mert én ezt nem tudom. Összehajtom már, mert itt nagy rumlé lesz, úgy érzem. Mountain bike touren. Sajnos nem tudok németül. Na jó, úgy látom, még itt vannak ilyen térképek. Azokat majd legközelebb megnézzük. Azokat mindjárt megnézzük. Csak fenn kell tartani a nézők figyelmét is. Kedves Vince, üdvözletünket küldjük az Alpokból. Az idő szép, bár most kissé ködös. A jószágok kint legelnek még a szabadban, de lassan beterelik őket melegebb helyre. Fogad szeretettel az ajándékcsomagot, reméljük tetszeni fog. További kellemes videózást kívánunk, Vera and Dani. Köszönöm. Ui, itt sincs kolbászból a kerítés, sőt, igazából kolbász sincs. 2024-11-01 Stainak. Nincs kolbász?
No way guys, hogy bírjátok úgy? Köszönöm a csomagot. Sose voltam az Alpokba szerintem. Én ilyen alföldi gyerek vagyok. De egy nap elmegyek. Itt vannak ilyen, hát igazából nem tudom, ilyen timetable-ök. Ez nem tudom magyarul, hogy van. De a legjobb, Isler. Hogy van németül az Isler? Ausser Lebkuchen. Olvassátok el, mi van ide írva. Szerintem ez azt jelenti, hogy Isler. Kóstoljuk meg. Milyen a osztrák Isler. Hát ez mi? Az alsó nagyobb, mint a felső. Miből van ez? Hát srácok, ez miből van? Nem is Isler. Basszus. Ilyen puszedi. Az zaj olyan, mint a papír lenne. Ez egy csokival bevont, töltött puszedi. És még a szavatossága sincs lejárva. Finom. Ezúton is köszönöm. Még több szivacs. Szivacs. Szivacs, és egy kis szivacs. Mi a fene? Látod már ekkora struc tojást? No way guys. Ez egy struc tojás konkrétan. Kinder struc tojás. Ezt Mikuláskor fogom kibontani még karácsonykor. Már most tettem a puszedimet meg. No way. Überraschung. Az nem tudom mit jelent. Riesen ei. Az ei az azt jelenti, hogy tojás. Azt hiszem. Nem tudom, mi lehet benne, de nagy. Nagyon nagy. Hú, mi van még itt? Hú, basszus, elég sok kaja van itt, úgy látom. Ketchup. Mi van? Knabbernossi. Ketchup. Ja. Ez egy ketchup ízű mini kolbász. Hát azt mondtátok, nem kolbászból van a kerítés, vagyis hogy nincs is kolbász, hát itt a kolbász. Tessék, ebből építik osztrába a kerítést. Basszus! Ott van rajta a ketchup. Megijesztett. Hát erről nem volt szó, én azt hittem ketchup ízű. Nem tudtam, hogy aktuális ott van benne a ketchup, kicsit megijedtem. Miért a számhoz? Jó kolbász. Sok édességre jó. Ez mi lehet? Haselnüssen und Amarant. Ezt tegyük félre. Valami keks. Mert a kekse az azt jelenti, hogy keks. Nézzük, milyen keks. Úgy látom, ezek mind ilyen alpesi kaják. Furul, hogy a világ összes pontján élnek magyarok. Pedig nem sok magyar van a világban. Nem tudom eldönteni, hogy ez jó vagy nem jó. Ez ilyen egészséges keksz. És először fura, mert nem cukor plusz pálmazsír íze van. Viszont nem érzed azt, hogy hánynod kell. Úgyhogy ez jó lesz eszegetni. Nem tudom, valahova ki kell pakolnom. Valahova kipakolom a cuccokat, mondjuk ide az ágyra. És akkor a videó végén meglátjuk együtt, hogy ennyi minden volt itt. A fuchs azt szerintem azt jelenti, hogy róka. Ez összefügg olyan a fuchsia nevű virággal. Aki tudja, írja meg kommentben. Van itt még egy... Mi? Sticker. Öt... Sticker, az hogy van? Sticker. Levonó. Mit elénk így mondják. Na, pack opening. Egy kukac, egy fél pók, egy hódos bónusz, egy madár, ez pedig egy tengeri kagyló. De van itt egy másik pak, ebben vajon mi lehet. Remélem ebben lesz egy valami erdei menő állat, mondjuk egy farkas, vagy egy róka. Ó, lepke, az is jó. Lepke, fél madár. Egy negyed
sün, vagy nem tudom mi ez. Ó, egy 3D-s egér. Nem tudom, látszik-e, de így ahogy forgatod, ilyen 3D-s hatása van az egérnek. Sandják. Fú, elég sok édesség van itt. Azt nem tudom most, hogy kóstoljam meg. Nem fogom mindent megkóstolni. Aktív té. Bioaktív té. Ez is valamiféle te, a maci van rajta. Orange. Biovegán ez is. Ausztriában minden bio meg vegán. Teddy warm up. Akkor ez narancs tea, gondolom. Megszagolom. Ez narancs illatú. Ez olyan, mint a narancsos Kool-Aid. És ha kinyitjuk, akkor ott egy néni. Good for you, good for me, good for all. Nushi.com. Biztos. Igazából nem értek semmit, mert németül van, de annyit tudok, hogy mit orangenöl, tehát narancs olajjal van ez a tea. Apfel van benne, az alma, ingber, az nem tudom mi, hibiszkusz, orange, meg ilyenek. Szóval ez ilyen téli tea. Jaj, mi ez itt? Shaker. Holy energy. No bullshit. Ohne Zucker. Langer Focus. És akkor ez így meg lehet inni. No way. Hát akkor ezt megiszom. Hát akkor próbáljuk ki. Ha már pack opening, ott van benne 4 íz. Ez a felhasználói útmutató. Igazából csak bele kell tenni. Ilyen ízek vannak. Van cseresznyés, zöldalmás, citromos málnás és citromos. 160 mg koffein. Megkóstoljuk akkor a citromos málnást. Bár most ittam egy dupla kávét, de akkor most majd még többet fogok. Hogyha bepörgök, akkor majd tudni fogjátok miért. Az a neve ennek az íznek, hogy Raspberry Raptor. Tehát Málna Raptor. Többinek is ilyen neve van. Cherry Cheetah. Citrus Cobra. Apple Alligator. Na hát, mindegyik egy alliteráció és egy állat. Mi lehet ebbe, hogy ennyi porban van 160 mg koffein? Illatra nem rossz. Ups, kicsit kifolyt. Nézzük milyen. Ez olyan, mint egy fura ízű málna szörp. Kicsit ilyen sportital íze van, meg enyhén gyógyszer ízű. Tudom, mire hasonlít, ha citromos lenne. Erre, a Coldrexre. De ebbe 160 mg koffein van, hát megisszuk, aztán majd meglátjuk. Na jó, nem iszom meg mindent. Jó lesz még később. Ezt ide fejre teszem, és akkor majd szólok, ha bepörögtem. Kis kolbásszal lekísérjük. Valaki lekecsapozta a dobozomat. Egy újabb térkép, Dachshain. Most már rá fogok keresni, hogy ez hol van. München 2 óra, Salzburg 50 perc, Rosenheim 1,5 óra, Bécs 3,5 óra. Basszus, én meg ott voltam Salzburgba. Vagy nem Salzburg? Ja nem, én Innsbruck, ja nem, én nem tudom már hol voltam. Linzbe. Linz 2 óra. Rájöttem, hogy nem szeretem a városokat, és legközelebb, ha megyek külföldre, akkor ilyen vidéki helyekre akarok menni, úgyhogy majd szóljatok, nehogy elfelejtsem azt a... Tudod, hogy komoly hegyi útvonalak vannak, hogyha nem felülnézetből van, hanem így oldalnézetből. Mert más szinte vízszintes az útvonal. Egyszer elmennék egy ilyen útvonalra. Panoráma Tour, Hohen, Salzburg. Az mit jelent? Hohen, az ilyen high Salzburg. Erődítmény panoráma. Hegyi panoráma. Na hát, mi lehet itt? Mi lehet itt az Alpokban? Salzburg határai régen és most. El kell mennem akkor Salzburgba is. Mozart szülő hazájába. Kezd egy gyomorrontást kapni, de mikor megláttam a Mannerre Linzer keksit, ez konkrétan az a Manner, amit ismerünk. Linzer keksi. Hát ezt meg kell kóstolnom. Linzer keksit. Ups. Még alulcsokis is.
Kicsit rágós ez a lekvár benne. Ez olyan, mint az IKEA-ba. A hasonló kinézetű keksz. És finom ez is. Ez meg mi? Kombucsa. Ittatok már kombucsát? Írjátok meg kommentben. Remélem ez alkoholmentes. Hát remélem. Kóstoljuk meg. Kombucsa az a fajta étel, ami nem olyan jó íze van, de jó érzés utána a testednek, mint a kefír. Barackos. Szénsavas. Aki nem tudja, mi az a kombucsa, nagyjából úgy lehet elképzelni, hogy egy üdítő, ami olyan, mint a sör, de a söríz nélkül és az alkohol nélkül, tehát ilyen enyhe erjedés íze van. Szóval olyan, mint egy üdítő, csak nem cukros, max egy kicsit. Ez jót tesz majd a belemnek, miután szétfostam magam ettől a málnás koffein bombától. Egy újabb mágnes, egy dobozra ragasztva, egy majom. Ezt vegyem rasszizmusnak? Csak azért, mert szabolcsi vagyok. Ez is megy a hűtőre, a majom. Ja, de előbb kirakom az ágyra. A videó végén megmutatom majd az összeset. Fú, már a légzésem kezd szaporulni. Meg a szívem, a szívdobogásom is elkezdődött. Ez meg mi? Omastaud. Ezek különben vannak csomagolva. Omastaud. Nem tudom, ez mi lehet. Így különben kell csomagolni. Schwarze Ribizel, fekete ribizli lekvár, no way guys, fekete ribizli lekvár, láttatok már ilyet? Ezt teszik az Alpokban. Hát mi felénk barack lekvár teszem, meg szilva lekvár. Eber lekvár, eber és fekete ribizli. Ezeket most nem kóstolom, mert akkor be fog penészedni. De biztos finom, majd megeszem vajas kenyérre, vagy gofrival, fehér tofifi. Arról már elcsináltam videót. Kóstoljuk meg azt is. Egyszer érünk, nem igaz? Bár bevallom, kicsit már émelygek. Még videó előtt egy kis joghurtos sirkét rizssel megettem. Finom. Taste of Winter. Tékanne Organic Stea. Easter Egg. Für Vince von Vera und Dani. A Vera az a Veronika? Ezt én nem tudtam eddig. Azt hittem a Vera az egy külön név. Na mindegy. Hogyha ti se tudtátok, akkor írjátok meg kommentben, nem lehetek egyedül. Ez ilyen téli ízű tea. Szagoljunk bele milyen. Ez tényleg télízű, ilyen fahéjas. Fahéjat érzem. Nem tudom elolvasni, mert nem tudok németül. Tanzende Schneeflocken Kuscheldecken und Flackernde Kaminfeuer. Die ein... Na jó. A Feuern az a tűz, de gondolom valami olyat írhat, hogy majd hogy így bekuckózol a kandalló mellé, meg ilyenek. Ezt tudom elképzelni. Ezt fogom majd tenni, ha lesz egyszer kandallóm. Ez meg mi? Tet. Ez vicces, ez a márka. Tet. Andrew Tet. Messino. Ba. Na jó, ezt nem tudom elolvasni, mert el van takarva. Ez mi? Ez logót eltakarják a termékkel magával. Hát ez mi? Tetszik, egy ilyen folyamatábrával jelölve van, hogy néz ki ez a keksz. Így jó, mert így értem. Nézzük meg, milyen. Finom-e? Vagy nem finom? Ó, szépen egymásra vannak fektetve. Feje lefele van. Először is. Másodszor. Ez olyan, mint a piskóta tallér. Csak nem olyan nyúlós a tölteléke, meg csokis, ez is csokis az alja. Olyan, mintha a piskóta tallérban szaloncukor töltelék lenne. Érdekes. Másik kolbász. Tim Tam. Igazi real csokoládéból. Képzeljétek el, hogy ezt is megkóstoltam, de ezt most nem fogom, mert már tényleg émelygek. Legalább nem fog megromlani. És itt még van egy darab dolog,
De előtte még szivacsok, szivacs. Szivacs. Szivacs, és van itt egy gigadupló. Nem tudom, én veszítettem el a bizalmamat a világgal szemben. De biztos, hogy nem az van benne, aminek gondolod, hogy benne van. No way. Dupló az ugyebár egy csoki. Szerintem ebben varrókészlet lesz, vagy tollak, vagy ilyen töltőkábelek. Szerintetek mi lesz benne? Írjátok meg a tippeket kommentbe. Aktuálisan dupló van benne. Mi van? Ez mégis hogy? Hát ez hogy lehetséges? Zavar a Matrixban. Biztos nem egy toll. Dupló csoki. Na jó, ezt sem eszem meg. Na jó, lehet mégis, mert finom. Nem gondoltam arra, hogy ez van benne, aminek tűnik. Feltűnt, hogy feljel lefelé a dupló az oint. 24 darab, 436 gram. El sem tudom képzelni, ez hány forint. Nálunk mennyi, vagy 200 forint egy ilyen? 24-szer 200, az 4800. Minimum 4800 forint volt ez. Csak ez. A többit el sem tudom képzelni, mekkora összegek. De ezért jó, hogyha a magyarok külföldre mennek, mert akkor meg tudják engedni maguknak az ilyen termékeket, és tudnak nekem küldeni belőle. Külföldön nincsen nagymama lekvár, de meg tudod venni az összes lekvárt, ami van. Szóval ezúton is köszönöm az összes ajándékot. Kicsit bepörögtem ettől, úgyhogy iszok még. Szóval köszönöm Vera és Daninak, sajnos szerintem most el fogok hízni ezektől. És még most fog jönni a Mikulás, még most jön a karácsony, úgyhogy muszáj lesz edzenem. És ahogy ígértem, mutatom a cuccokat. Ez itt a szeméthegy, ami most keletkezett. Ezt majd szelektíven kidobom. Ha, nem dobom ki szelektíven, mert nem vagyok Ausztriába, hanem majd jól egybe dobom az egészet. Sőt, bedobom a kandallóba, és ezzel fogok fűteni, mert igaz magyar ember vagyok. És íme kipakolva a cuccok, ez megy a szeméthegybe. Itt van minden, a séker, energy drink, mágnesek, keks, másik keks, kombucsa, mindenféle italok, ezek a gyilkos porok, állatos porital, a jó kívánság, tüsszentés, ilyen térképek, egyszer el fogok jönni erre a pockba, meg ketchupos kolbász, teáck, matricáck, lemonóck, timtam, tofifi, ez a telefon, ez nem a fanmailben volt, szóval ezek a fanmailek. Úgyhogy még egyszer köszönöm Verának és Daninak a fanmailt, ez jó lesz téli felkészítőnek. Készítek mindjárt egy téli meleg teát, és jól átmelegedek, és így bekuckózok, magamra húzom a takarót, bekuckózok a kis teámmal, és aztán csinálok 93 000 fekvőtámaszt, és kuckózzanak a lányok. De aki szeretne még fanmailt küldeni, annak itt az e-mail címen felvillantom egy pillanatra, hogy a robotok ne lássák. De csak akkor írjatok, hogyha tényleg szeretnétek elküldeni, hogyha csak úgy beszélgetni akartok, akkor ne írjatok, mert az nem érdekel engem. Akkor írjatok Instán, vagy válaszoljatok a sztoriba, de csak akkor írjatok, hogyha tényleg akartok fanmailt küldeni. Nem kötelező, nem muszáj, de hogyha már azt mondod, hogy fogsz küldeni, akkor már küldjél, bazd meg. Úgyhogy ezzel a pozitív hangulattal búcsúzok. Legközelebb mi legyen a fanmailbe, írjátok meg kommentben. Találkozunk a következő videóban, sziasztok!